Na, sziasztok! Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor nézzük meg, hogy mire van első körben szükség ahhoz, hogy egyáltalán valaki programot tudjon írni. Na most minden operációs rendszer esetében szükség van egy fejlesztői környezetre ahhoz, hogy egyáltalán programokat tudjunk készíteni, vagy elkezdjünk egyáltalán tanulni programozni. Na most a Pupi Linux esetében ez egy DevEx file. Minden Puplethez, minden Pupihoz tartozik egy adott DevEx, ami egyébként a nevében hordozza, tehát például a TAR 605 esetében a DevEx TAR 605 lesz, és ezt a fájlt egyetlen egy kattintással tudjuk installálni a rendszerbe, vagy pedig uninstallálni. Illetve többet is fel tudunk csatolni, van rá megfelelő segédprogram, ez az SFS Load on the Fly. Na most az a lényeg, ha a megfelelő DevEx fájlt leszettük, és csatoltuk a rendszerben, és megfelelően van csatolva, akkor lesz egy CC, meg egy GCC parancsunk, meg MOKE parancsunk, meg egy csomó mindenünk. Egyéb esetben, hogyha nem jól csináltunk valamit, nyilván akkor kiírja, hogy nem. Na most Pupi Linuxnál fontos, hogy az adott puplethez kell leszedni a devexet, mert a másik puplethez tartozó, mondjuk egy TAR pupi alá, egy slakó devexet hiába csatolsz, mert nem fog működni. De hogyha ez megvan, akkor elkezdhetünk fejleszteni, egyébként meg is nézhetjük, hogy hol van ez a CC program, és azt mondom, hogy ls-l per usr per bin per cc, és látjuk, hogy a gcc 4.8-ra mutat. Jó. Ha minden rendben ment, és jól is csatoltuk, és működik minden szépen, akkor csináljunk egy új könyvtárat, mondjuk programozás néven. És majd ide mentegetjük a dolgainkat, és hát most tekintsünk el attól, hogy nekem angol nyelvű az oprendszerem, nyilván akinek már magyarul beszél a szövegszerkesztője és a fájlkezelő és minden más, annak jóval egyszerűbb lesz a dolga. New Directory, ugye aki programozni akar, az egy idő után nem nagyon tudja majd kikerülni egyébként azt, hogy tehát lehet kerülgetni az angolt egy darabig, de ez csak ideig, óráig működik, elengedhetetlen egy idő után, hogyha valaki informatikával vagy programozással foglalkozik, hogy megtanulja valamilyen szinten. Persze nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Jó, elnéztem közben a dolgot, ezt le kell törölnöm. Jobb gomb, új file. Egy üres file-t fogok létrehozni, aminek az lesz a neve, hogy hello.c. Teljesen mindegy egyébként, hogy mit adunk neki. A lényeg, hogy legyen .c a kiterjesztése. Mert a rendszer már be is árazta magának, hogy ez biztos egy C program forráskód lesz. Jól sejti. Ha egyet rákattintunk, illetve hát nyilván akinek egy kattintásra van beállítva, mint nekem, bejön a Gini. Na most, én ezt szeretem, ezt ajánlom egyelőre kezdésre. Nyilván aztán majd mindenki felrak magának olyan idét, amilyet szeretne. Én kezdésre azt mondom, induljunk el ezzel. Na most, hogyha ez bejött, akkor még egy valamit kapcsoljunk be, ha véletlen nem működik, itt ezt a view módnál az üzenetek ablakot, ezt, hogy mutassa, tehát ez a show message windows, ez azt jelenti, hogy mutassa az üzenetek ablakot. És itt aztán látjuk a különféle üzeneteket majd, főleg itt a státusz és a compiler lesz az, ami érdekes lesz a számunkra. Jó, megnyitottuk a fájlt, és most hozzuk létre a világ legegyszerűbb C programját, ami egy main függvényből áll, és a függvény törzséből. Hogyha ezzel megvagyunk, save, elmentettük. Létrejött a világ legegyszerűbb C programja. Ennél egyszerűbbet nem lehet írni. Közben itt van egy ilyen gomb, hogy compile. Kicsit előre mentem gondolatban. A lényeg, hogy elmentettük a fájlunkat, és most erre a fordításra, erre a compile-ra rányomunk. Na most, látjuk, hogy írja a warningokat, a warning hibát jelent, ugye, dobálja, de mivel nem kritikus hiba, így kiírja, hogy completion finish successful, tehát lefordította, megvan. Na most, behozzuk a file ablakot, és itt látjuk, hogy létrejött egy hello, ez egy object kód, egy úgynevezett tárgykód. Ez még igazából nem a program, de már majdnem. Ezt majd, hogyha több részből álló programot írunk, akkor több ilyen O betűs fájl jön létre, és ezt majd össze kell fűznie a linkernek, és aztán jön létre majd a végleges bináris program.
A fordítás következő lépése, ha megvolt a compile, akkor nyomunk egy olyat, hogy build, azaz megadjuk neki, hogy építkezz, építs, és látjuk, hogy hát röfög-röfög magyaráz, de azért nagy dirrel-durral, de megcsinálja a programot, és létrejött az első C programunk, amit mi készítettünk, és ez a Hello nevű bináris. Na most első körben azt javaslom, hogy innen futtassuk, execute, és látjuk, hogy kírja, hogy program exited with code 1, tehát írja az exit kódot, és várja, hogy megnyomjuk a return gombot. Press return, ugye ez a régi informatikai világból ered, ugye ott nem enter billentyű volt, hanem return, illetve hát még az írógépek korszakából is ez a kocsi vissza billentyűt jelenti. Nyomjuk meg neki ezt az entert, és eltűnik az üzenetablak. Na most, keresünk egy üres asztalt, és azt mondom, hogy a konzolt, ha behozzuk, lépjünk be a programozás könyvtárba, és ha itt nyomunk egy ls parancsot, látjuk, hogy zölddel van a programunk, a binárisunk, a lefutatott bináris. Nyomjunk egy pontot, ami a lokális könyvtárat jelenti, és egy perjelet, ami a lokális könyvtárban történő futtatásra hívja fel a figyelmet, illetve ez egy utasítás, ez a pont és perjel, arra adunk utasítást, hogy futtassa le a Hello nevű programot. Na most pedig azt látjuk, hogy szépen lefutott a programunk, és nem csinál semmit. Illetve az a dolga, hogy a semmit csinálja, hiszen egy semmit érő programot készítettünk. Na most, hogy ez miből áll, van egyszer egy main függvény, ami minden C program fő függvénye. Tehát ami ezen belül zajlik, és ami ezen belül fut le, az lesz majd maga a program, ezen belül jönnek, és ezt a kapcsol zárójelet, ezt úgy hívjuk, hogy ez a függvényünk törzse. Most a piros csíkokról egyelőre próbáljunk meg ne tudomást venni. A lényeg, hogy van itt ilyen írásjelünk, és ez jelenti a program, a main függvényünk törzsét, és amit készítünk, tehát maga a program gyakorlatilag az ezen belül lesz. Most hirtelen így elsőre, amit meg akartam mutatni, az nagyjából ez volt, és én úgy érzem, hogy így elsőre talán kicsit furcsa lehet, és érdekes az egész, de az ezután következő videóban majd minden egy kicsit világosabb lesz, és közérthetőbb. A lényeg, hogy a legegyszerűbb C program az ennyiből áll. Van egy main függvényünk és a függvény törzse, ezeket nem keverhetjük, viszont látjuk, hogy ha a szematikai szempontból nekünk ezt valahova át kell helyeznünk, az a programra nem lesz hatással, tehát áttehetjük akárhova, rakhatunk szóközöket, entereket, rakhatjuk lejjebb, följebb, a lényeg, hogy ettől függetlenül a programunkat le tudjuk menteni, és le tudjuk majd fordítani. Annyit mondanék még, hogy egyébként, hogyha megvan a bármilyen változtatás mondjuk a programunkban, akkor itt egy F9-et nyomunk, akkor ugyanúgy elkészíthetjük a programunkat. Jó, ennyi lett volna, amit én első körben szerettem volna egyébként megmutatni, és aztán majd a második részben vesszük a kiíratást, és ott már jönnek az izgalmas dolgok, és a valódi ujjújúj. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és várom majd természetesen a kérdéseket a fórumban, a videók alatt, és majd kitárgyaljuk részletesebben ezeket a dolgokat, illetve nyilván a javaslatokat is, és természetesen persze, hogyha valami nem volt már itt rögtön az elején érthető, akkor azt még most tárgyaljuk meg. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a kis videó, sziasztok!